Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolna Táj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Új év. Koncertet adtak a 100 tagú cigányzenekar szólistái Szekszárdon. Újévi fogadalmak. Sokan tesznek ígéreteket az új esztendő kezdetén. Szekszárdon elkóborolt ebek. Szilveszteri pirotechnika. Szilveszteri futás. Dalmandon mozgással búcsúztatták az új évet. Újévi koncertet adtak a 100 tagú cigányzenekar szólistái Szekszárdon, a Babics Mihály Kulturális Központban. Sztárvendégként fellépett Peller Károly színész, operettének és Szendi Szilvi színésznő, szubrett. Az 1985-ben alakult 100 tagú cigányzenekar klasszikus, szimfonikus zenekarként működő együttes. Fennállásuk óta 27 CD-t és 5 DVD-lemezt jelentettek meg. Történetük során a világ számos pontján felléptek. Ezúttal Szekszárdra látogattak el, ahol a formáció szólistái adtak újévi koncertet. Danyi Lőrinc Róbert, az egyesület elnöke elmondta, a műsor összeállítása előtt mindig megnézik, hogy milyen az adott nézőközönség. Hozzátette, az új év alkalmából céljuk volt egy virtuóz produkciót összeállítani, amelyben meg tudják mutatni a klasszikus előadó művészetüket. Az év első napja nagyon fontos, az első előadás, hogy hogyan indulunk el abban az évben. Mi nagyon kiemelten kezeljük ezt az előadást, és próbáljuk a közönségnek is megmutatni ezt, hogy ez mennyire fontos számunkra, hiszen nem mindegy, hogy az évet hogy indítjuk el. A szólisták klarinét, hegedű, cimbalom, bőgő és brácsa segítségével adták elő a műveket. Az elnök hozzátette, az idei évben készülnek 10 állomásos templomi koncertekkel is. További céljuk, hogy a cigányzenével megszólítsák a fiatalabb generációt is, ennek érdekében egy iskolát is létre szeretnének hozni. Ha megkérdezik az ő nagyapjukat, vagy édesapjukat, ők is mindig magyar nótára, esetleg tudok mondani, vasárnapi szólanótához úgy ebédeltek. Ebben a programban meg szeretnék szólítani őket is, hiszen kicsit feledésbe merült, ugye az éttermekből is kiszorultak most már a cigányzenék, nagyon sok gyors étterem miatt, de nekünk az az első koncepció, hogy a fiatalokat akár határon innen, határon túl kiaknázzuk őket, és szeretnék illeszteni a 100 tagú cigányzenekarban. Ennek a koncepciója az, hogy egy iskolát szeretnénk létrehozni, és ennek a folytonosságát megalapozni. Berlinger Attila, a Babics Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója elmondta, az újévi koncert már évek óta hagyomány. Nagy megtiszteltetés volt számukra, hogy a zenekar és a sztárvendégek elfogadták a meghívásukat. Kicsibe egy hamisítatlan január 1-i újévi koncert hangulatát fogja idézni, amelyet nagy városokban, mint Budapesten, Bécset és a világ kiváló színpadain hasonlóan láthatnak. Értelemszerűen egy kicsit kisebb méretben, de színvonalában ugyanazt hozza. A világ klasszikusainak a színe java fog itt megszólalni, Strauss, Brahms. Peller Károly színész, operettének és Szendi Szilvi színésznő, szubrett a 100 tagú cigányzenekarral együtt operett darabokat adtak elő. A közönség számára a Csárdás királynő legismertebb részeivel is készültek. Már az ország szinte összes megyében jártunk velük, és külföldön is. Nagyon-nagyon jó velük muzsikálni, egy elképesztő jó csapat, és mindig nagyon jó hangulatú egyébként nem csak a színpadon, hanem a színfalak mögött is nagyon jó a hangulat velük. A teltházas, kétórás koncert szünetében a közönség és a fellépők közösen pezsgővel is kocinthattak. Újabb 170 milliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra, közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A tárcavezető tájékoztatója szerint ezzel az elmúlt napokban összesen 470 milliárd forint hazánknak járó uniós forrást kaptunk meg.
A múlt hét csütörtökön 779,5 millió euró érkezett a helyreállítási forrásokból, kedden pedig 445 millió eurót utaltak a 2021-2027-es uniós költségvetési időszak keretéből, közölte Varga Mihály. Szilveszter estéjén és az új év kezdetén gyakori szokás a fogadalomtétel. Ezek általában személyes célkitűzéseket jelentenek. Gyakran a fejlődésre, egészségre vagy életmódbeli változásokra irányulnak. Az újévi fogadalomtétel hagyománya az egész világban elterjedt szokás, története az ókorra nyúlik vissza. Az egészséges életmód fontossága új évkor többeknél előtérbe kerül. Sokat sétálunk unokákkal, erdőbe, vízparton, ahol éppen hely van, ahova tudunk menni. Az új évet hátrahagyva az új esztendőben szokás nagyobb figyelmet fordítani az étkezésre is. A férjem az semmit, szó szerint. Én azért meglátogatom az orvost, ha szükséges, meg igyekszek odafigyelni a táplálkozásra, bár nem látszik rajtam, de azért túlzsírosakat kerülöm. A testedzés és a mozgás is az első helyeken szokott szerepelni a fogadalomtételek között. Sokan ilyenkor kezdenek konditerembe járni, azonban vannak, akik ebben nem hisznek. Nem szoktam ilyen újévi fogadalmakat csinálni igazából, most ez, hogy lejárni kondiba. Ezt nem tudom, aki akar, az alapból is le fog járni kondiba, meg aki meg akar fogadni valamit, az meg tud fogadni máskor is valamit, így ilyet nem szoktam nagyon. Van, aki az idei évben csak azt szeretné, hogy a gyermekeivel több időt töltsenek együtt. Dolgozok, 22 000-ből élek, és a fiam meghalt, férjem meghalt, úgyhogy gyerekek albérletben. Az ambíciózus ígéretek gyakran pár hét alatt elmúlhatnak. Ezért lehet fontos a támogatás, a kitartás és a kis lépésekben haladás a fogadalmak teljesítéséhez. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT megbízásából a Századvé Közéleti Tudásközpont Alapítvány kérdőíves lakossági felmérést végez a Paksi Atomerőmű 30 km-es körzetében élők körében. A kutatás 2024. január 3 és 31 között zajlik, tájékoztatott a szervezet közleményében. Ennek célja felmérni, hogy miként értékeli a lakosság az atomenergia és más energiaforrások szerepét. A válaszadás önkéntes és anonim, a kitöltő személye nem beazonosítható. A nagyobb településeken kívül, mint Szekszárd, Paks, Kalocsa, Kiskörös, a kisebb településekre is ellátogatnak a kérdezőbiztosok, közölték. Az új évben a kormány januártól 6%-kal emeli a nyugdíjakat. Erről beszélt a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Az emelés azt jelenti, hogy átlagosan több, mint havi 13 000 forinttal lesz magasabb a nyugdíj a decemberinél. Az emelt összeg először január 12-én érkezik a bankszámlákra, ismertette Vitályos Eszter. Hozzátette, további jó hír, hogy februárban érkezik a 13. havi nyugdíj is. A szekszárdi kutyamenhelyen jártunk, ahol kiderült, hogy az előző évekhez képest körülbelül ugyanannyi házi kedvenc került bajba az idei szilveszteri durogtatások miatt. A felelős kutyatartás tekintetében és a szilveszter környéki petárda használati szokásokban nem tapasztalható pozitív változás. Immáron 11 éve nem létezhetne csip nélkül kutya, hiszen törvény írja elő, hogy a tulajdonosnak ezt a beavatkozást kötelessége elvégeztetni. Jelenleg 223 négylábú él az állatmenhelyen, és mindegyike csip nélkül került oda. A szükséges oltásokat és ivartalanításokat a menhely végeztette el. Az idei szilveszter sem volt egy könnyű történet. A szilveszteri időszak alatt körülbelül 30-40 kutya futkározott a városban, itt most csak Szekszárdot értem, de ez a környező településekre is igaz, és a szilveszter napján 3 kutya került be hozzánk, tegnap egy kutyát visszavittünk, nálunk maradt 2 napot, mert idős gazdái voltak, és nem tudtak úgy rá figyelni. 2 kutya van még nálunk, ezen felül 6 kutyának segítettünk hazajutni, úgyhogy megnézték a mikrocsipét, segítettünk megnézni a tulajdonost, vagy mi felismertük. Fia Szilvia elmondta, hogy még mindig hoznak elkoborolt ebeket a menhelyre, melyeket a mikrocsip alapján beazonosítanak és segítenek a gazdájukhoz eljutni.
Továbbá a Csatári torokban található benzinkúton is van egy ingyen használható kutyacsipleolvasó, melynek segítségével könnyen beazonosítható a megtalált és csippel ellátott négylábú. Vannak édesanyák, akik a kisgyerekeik miatt mérgesek voltak, mert a gyerekek szegények nem tudtak pihenni, nem tudtak aludni, de ugyanúgy igaz ez a beteg emberekre is. És azt mondják, hogy miért háborgunk, hiszen csak egy napot kell elviselni, na pont ez a baj, mert nem egy napot kell elviselnünk, hanem egy hetet, mert elkezdik mondjuk karácsony után 26-án vagy 27-én, és tegnap este még mindig hallottuk a tűzijátékokat. Tehát, hogyha betartanák a jogszabályokat, akkor valószínű, hogy mi kutyások is könnyebben tudnánk alkalmazkodni, mert hogy egy napra bezárjuk a kutyát, azt még meg lehet csinálni, hogy egy hétig zárva tartani egy garázsban, vagy egy bárhol, ha valakinek kinti kutyája van, az nem egy egyszerű történet. Nyilván a gazdáknak is felelősségük van. Jelenleg minden második magyar háztartásban van minimum egy házi kedvenc, tehát sok embert érint a probléma. Kisfiú lett Dombóvár első újszülöttje. Tegnap a késő esti órákban megszületett a Dombóvári Szent Lukács kórházban a 2024-es esztendő első babája. Kolos 3010 g és 51 cm. Édesanyja és a kisfiú is jól vannak. A családban ő a második fiúgyermek. Tájékoztatott a település közösségi média oldalán. Az innováció terén nem jeleskednek a hazai cégek, de a digitális átállást komolyan veszik, közölte Magyarország egyik kereskedelmi bankja a saját innovációs indexe alapján. A felmérésből kiderült, hogy a cégek fele ezen a téren továbbra is dinamikusan fejleszt. Az összefoglaló szerint az alkalmazottak 60%-a használ számítógépet a munkájához. Folyamatosan nő az internet használók aránya, ez a szám már eléri a 74%-ot. Folytatódik a mesterséges intelligencia térhódítása is, a cégek 11%-a alkalmazza az új technológiát, ismertették közleményükben. A 2023. május 1-én bevezetett vármegye és országbérletekből 8 hónap alatt már több mint 4 milliót vásároltak, közölte a MÁV. A közleményben kiemelték, az újfajta díjtermék mára teljesen átvette a korábban megszokott bérletek helyét. Ez utóbbiak a teljes bérletvásárlásnak mindössze 10%-át teszik ki. Ismertetik, hogy a vármegye és országbérleteket több mint 1100 értékesítési ponton a közszolgáltatók jegypénztáraiban és az automatákból árusítják. Tájékoztattak arról is, hogy a tanítási időszak legforgalmasabb hónapjaiban 550-600 ezer darabot adtak el az új díjtermékekből. Szilveszteri futást rendeztek Dalmandon. Az esemény 4 éve hagyomány a településen. A szervezők sült hurkával, kolbásszal, dinsztált káposztával és sült malacsal is készültek. Az eseményt Alsó-Leperden, Dalmand egyik pusztáján is megrendezték egy nappal korábban. A futáson fiatalok és idősek is egyaránt részt vettek. Stamné Juhász Luca, a település polgármestere elmondta, a program célja az volt, hogy összehívják az embereket. Nem az a cél, hogy gyorsan fussunk, az a cél, hogy együtt legyünk és jól érezzük magunkat. Utána kis zene mellett beszélgetünk és eszegetünk. Lányok és fiúk, idősek és fiatalok együtt álltak rajthoz. Volt, aki csak egy kis kör teljesített, mások a nagyobb távot választották. A rendezvény kiváló alkalom volt arra is, hogy az ünnepek során elfogyasztott ételt lefussák a versenyzők. Sokat pihentem, aztán most láttam, hogy van ez a rendezvény, azt gondoltam, hogy eljövök egy kicsit azért mozogni, ne szaladjanak fel a kilók, meg minden. Ügyes vagy! Az első három helyezettet érmekkel jutalmazták. Zárásként a résztvevők elfogyasztották a különböző húsokat és a teát. Regionális híreink következnek. 6 tűzeset, 7 műszaki mentés a hosszú hétvégén. Szilveszterkor komolyabb beavatkozásra nem volt szükség Baranya vármegyében. Jeges mártózás. 50-en fürödtek a 3 fokos Balatonban. Hagyomány és jó hangulat. Pécsen búcsúzott az évtől a legendás zenekar. Frontális karambol, autótűz, árokban egy autó, tűzijáték okozott tüzet. Többek között ilyen esetekhez riasztották a Baranya vármegyei tűzoltókat a hosszú hétvégén. Összesen 6 tűzesetet számoltak fel, és 7 műszaki mentést hajtottak végre a baranyai lánglovagok. A szilveszteri éjszaka ugyan volt egy tűzeset, de komolyabb beavatkozásokra nem volt szükség a vármegyében.
Egy alkalommal adott munkát a baranyai tűzoltóknak a tűzijáték szilveszterkor. Feltételezhetően emiatt gyulladhatott ki egy tuja 2024 első napján pár perccel éjfél után Kozár-Mislenyben, a Nácisz utcában. Szerencsére Baranya vármegyében tűzoltói szempontból nyugalmasan zajlott a szilveszter. Egyetlen egy alkalommal kellett beavatkozniuk tűzijáték okozta tűzesetnél. Kozár-Mislenyben egy tűzijáték meggyújtott egy 4 méteres tuját, és ezt a pécsi hivatásos tűzoltóknak kellett eloltaniuk. De személyi sérülés nem történt, illetve nem is terjedt át másra a tűz. Autótűzhöz vonultak a mohácsi tűzoltók Liptódon. A tűz vélhetően műszaki meghibásodás miatt keletkezett. Fagyasztó okozott tüzet Véménden. A háztartási gép meghibásodása okozhatta a tüzet. Szombaton a mohácsi hivatásos tűzoltóknak 2 alkalommal is kellett beavatkozniuk délelőtt. Liptódon egy személyautó égett teljes terjedelmében, illetve Véménden egy tárolóhelyiségben keletkezett tűz. Mindkét helyszínen egy-egy sugárral eloltották a lángokat, személyi sérülés itt sem történt. Frontális karambol volt Komlón pénteken, a balesetben senkinek sem esett baja. Árokban kötött ki egy autó az év utolsó napján Báron. A sofőr könnyebb sérülést szenvedett. Tűz keletkezett egy mánfai ház pincéjében, a helység teljesen kiégett. Szerencsére nem terjedtek tovább a lángok. A tüzet a komlói hivatásos tűzoltók eloltották, nem sérült meg senki. Közel 50-en mártóztak meg a mindössze 3 fokos tóban Balatonszemesen január 1-én. A településen 6. alkalommal szervezték meg az újévi csobbanást, amelyre nem csak a helyiek, hanem a szemesen szilveszterezők is vállalkoztak. A szervezők mobil szaunákkal, forralt borral és forró teával is várták a bátor úszókat. Idén is több százan voltak kíváncsiak a balatonszemesi újévi csobbanásra, de csak a legbátrabbak merészkedtek be a 3 fokos vízbe. A parton sem volt 8 foknál melegebb, és a szél is nehezítette a fürdőzők dolgát. Azonban ez sem szegte senki kedvét. Ugyan nem verseny a balatonszemesi csobbanás, a szervezők egy díjat mégis kitaláltak a Fókamóka elnevezésű programon. A vízben van egy cél. Letűztünk egy gyerekjátékot, lebójáztuk bent kb. 40-50 méternyi távolságra a parttól, és aki először megkaparintja azt a bizonyos kis úszó objektumot és idehozza elénk, az részesül a 2024-es Fókamóka díj átadásán. Egy kis fókáról szól. Közel 50-en mártóztak meg a vízben Balatonszemesen. Civil összefogásból immár 6. alkalommal köszöntötték az új évet a január 1-i csobbanással. Voltak visszajárók, de sokan először vállalkoztak erre a rendhagyó fürdőzésre. Hát nagyon hideg volt. Igazából most volt az első, hogy én is megcsobbantam a Balatonba, mert eddig ismerősök is mondták, hogy nagyon jó élmény volt, úgyhogy megpróbáltam én is, és elején azért elég fagyos volt, de most már úgy érzem, hogy megérte ez az élmény, úgyhogy nagyon jó volt. Volt, aki nem tervezte előre a csobbanást, a véletlen hozta, hogy megmártózott Balatonszemesen. Én semmit nem készültem. Most tudtam meg, mert azt hittem, hogy csak szigligeten lesz. Gyorsan hazarohantam, a páron el is dugta előlem a fürdőnadrágot, sortot gyorsan fölkapta, azt mondta, nem engedi meg. Az újévi fürdőzők csobbanás előtt és utána mobil szaunákat is igénybe vehették, de a szervezők forralt borral és forró teával is segítették az átmelegedést. Közel 2 évtizede hagyomány, hogy december 30-án Pécsen lép fel a Neoton. A legendás zenekar idén a Városi Sportcsarnok felújítása miatt az Expo Centerben koncertezett. 2024. decemberben a 20. évzáró koncertjüket tartják majd, amire különlegességgel készülnek. Jól ismert dallamok csendültek fel a Pécsi Expo Centerben, ahol a Neoton adott koncertet december 30-án. A zenekar énekesnője azt mondja, még ennyi év után is van bennük druk, izgalom, de ez kell szerintük a sikeres fellépéshez. Ez soha nem tud elmúlni. Én nem is hiszem, hogy jó lenne, ha elmúlna, mert ez egy olyan fajta energia, ami jön ilyenkor ugye az izgulással, ami kell a koncerthez. Úgyhogy szerintem mindannyiunkban van trükk ilyenkor. Csepregi Éva beszélt a járványidőszak nehézségeiről, illetve arról, hogy mennyire más élmény ma már koncertet adni a pandémia után. Valahogy túljutottunk ezen, tehát én nem mondom, hogy
nem jut eszünkbe sokszor, mert azért hiányoznak azok a sötét évek, ami a Covid volt, de ugyanakkor meg valahogy úgy érzem, hogy az emberekben felgyulladt a kedv, hogy igenis szórakozzunk addig, amíg lehet, amíg tudunk, amíg ki tudjuk pihenni így a váradalmakat a munka után. Szerintem sokkal jobban megjött a kedvük az embereknek koncertre járni, zenét hallgatni, tudják, hogy mit vesztettek akkor. Nekem ez volt az érzésem. Tehát most ez az év, ez nagyon mozgalmas volt nekünk. Az elmúlt években mindig felléptek december végén Pécsen. Most a sportcsarnok felújítása miatt más helyszínen. Már 19 éve vagyunk itt Pécsen 30-án. Ez egy óriási dolog nekünk. Remélem, hogy a pécsieknek is, hiszen annak idején is annyira jó volt mindig, amikor Pécsre jöttünk. Ugyanott ugye a Lauderban voltunk annak idején is nagyon sokszor, és hát a 20-at majd valahogy nagyon-nagyon speciális módon szeretnénk megünnepelni, és örülök is, hogy nem maradt ki most ez a felújítás miatt ez a mai koncert, hanem tudtuk folytatni ezt a hagyományt. 2024. december 30-ára különleges koncertet terveznek, hogy méltón ünnepelhessék a két évtizedes pécsi hagyományos fellépésüket, mondta Cseprégi Éva a teltházas koncertjük előtt. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Új év. Koncertet adtak a 100 tagú cigányzenekar szólistái Szekszárdon. Újévi fogadalmak. Sokan tesznek ígéreteket az új esztendő kezdetén. Szekszárdon elkóborolt ebek. Szilveszteri pirotechnika. Szilveszteri futás. Dalmandon mozgással búcsúztatták az új évet. Csütörtökön egy hidegfront érkezik. Gyenge lesz a légmozgás. A változó felhőzetből elszórtan lehet kisebb zápor. Marad az enyhe idő. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor ezt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!